kormány szerint nincs tanárhiány, vagy legalábbis Európai Uniós összehasonlításban kifejezetten jól állunk a tanárok és a gyerekek arányát illetően. A Publikus a Népszava felkérése alapján készített egy mérést, ebből viszont az derül ki, hogy a szülők többsége tapasztalta már azt, hogy azért marad el szaktárgy óra, mert nincsen hozzá szaktanár. Ön a környezetében tapasztalta-e a tanárhiányt, ez a kérdésünk. De lesz még egyéb más témánk is, amelyeket megvitatunk majd itt a stúdióban a vendégeimmel. Mutatom is, hogy kikkel és hogy miről beszélgetünk. Gázában felrobbantottak egy baptista kórházat. Az izraeli és a palesztin fél egymást vádolja. Közben Izraelbe látogat Joe Biden, amerikai elnök. Orbán Viktor keleti üzletekről tárgyalt Kínában, ezért nem vett részt az uniós vezetők tanácskozásán. Hazánkat így az osztrák kancellár képviselte. A téma az izraeli helyzet volt. Egyelőre lekerült a napirendről a szuperkórház ügye, de az előkészítésért felelős cég még létezik. Kocsis Máté felesége is fizetést kap. A szülők többsége azt mondja, hogy maradtak már el órák azért, mert nincs szaktanár. Szintén többségben vannak azok, akik szerint érzékelhető a tanárhiány. Mai vendégeink. Németh Péter, a Népszava főszerkesztője. Harangozó Gábor, az MSZP alelnöke. Ungár Péter, az LMP társelnöke. Ez az Aktuál. A stúdióban Bodac Balázs. És mielőtt vendégeinkkel belecsapnánk a témákba, kapcsoljuk is azonnal a szegedi Hag Petrát, az ATV külpolitikai tudósítóját. Szervusz, Petra! A gázai övezetben minap felrobbantott baptista kórháznak az ügye politikailag, tehát kifejezetten politikailag, és most így nemzetközi kitekintésben, mennyire változtatja meg a viszonyulást mindazokhoz az eseményekhez, amelyeket látunk immár lassan két hete? Szervusz Balázs, én is köszöntöm a nézőket. Hát úgy láttuk, hogy politikailag elsősorban elsöpörte a médiát az első hamaszos narratív, ami szerint a kórházat Izrael bombázta le. Nyilván az izraeli védelmi erőknek pár órájába telt, hogy utána járjanak a tényeknek, információknak, és kiderítették, hogy nem ők voltak azok, akik ezt tették, hanem a palesztin iszlám dzsihádnak, a Hamasznak egy hát kis testvére, de igazából egy nála jóval radikálisabb szervezetnek a rakétája meghibásodott és lezuhant. Nyilván erről időmire összeszedik a tényeket. Az elején is már az izraeliek tudták, hogy ők nem hajtottak végre támadásokat, másrészt ők biztosan nem hajtanak végre kórházak ellen támadásokat. Minden esetre ez nem állt az útjába azoknak, akik azt terjesztették, hogy ezt ők követték el. Viszont a legsúlyosabb bizonyíték, ami alátámasztja az izraeli álláspontot, az annak a két hamászos terroristának a telefonbeszélgetése, amit lehallgat és közzétettek, és ebben arról beszélnek, hogy igazából ezek helyi repeszek, helyi lövedékek, és hogy a palesztin iszlám dzsihád lőtte ki, és ez nyilván ez bizonyíték erre. Politikai szinten azt lehet látni, hogy például Angliában a védelmi miniszter óvatosságra intette, különösen például a média oldalakat, hogy alaposan járjanak utána, mert az információknak már súlyos következménye lehet annak, hogyha valamit tévesen közölnek, különösen ebben az atmoszférában, amikor Európában megnőtt az antiszemita támadás, soknak a száma megnövekedett ez Franciaországban, sok helyen a lakosokat arra kérik, hogy akik zsidó vallásúak vagy izraeli származásúak, hogy rejtsék el ezt, hogy rejtsenek el minden erre vonatkozó jelt magukon, akár öltözködésben vagy nyakláncukon a Dávid csillagot, hogy ne támadják meg őket. Illetve a közel-keleti országokban természetesen zavargások indultak el, sok helyen, mivel nincsenek izraeli nagykövetségek, ezért az amerikai nagykövetségek előtt tartottak zavargásokat. Egyébként azután, hogy a tények kijöttek az izraeli oldalról, a jordániai külügyminiszter mégis azt nyilatkozta az elmúlt órákban, hogy ők továbbra is úgy gondolják, hogy Izrael követte el ezt a támadást. Tehát várhatóan a közel-keleten ez nem fog változtatni semmilyen hozzáálláson az izraeli helyzethez. Nyugaton viszont annál is inkább. De azt tudnám elmondani neked, Balázs, hogy az elmúlt hetekben, gyakorlatilag mikor elkezdődött a Hamasznak a támadása október 7-én, már aznap este lehetett látni az izraeli műsorban a szakértőket, akik elkezdték szinte vágni a centit, hogy az a kezdeti nyugati szimpátia, amit akkor élvezett Izrael a brutális támadás ideje és első órája, első napjai alatt, hogy ez mikor fog véget érni, és mikor fog elfogyni a nyugati türelem Izraellel kapcsolatban, és mikor fogják őket felszólítani arra, hogy
vigyázzanak a civilekre, fogják vissza magukat, így az a katonai támadásban, és mindenki tudta Izraelben, hogy ez garantált, hogy akkor fog elkezdődni, amikor elkezdődik a keményebb katonai fellépés a Hamásszal szemben. Nyilván a Hamásznak nagyon egyedi a helyzete terrorszervezetként, mert annyira mélyen be van ásódva, vagy belevájta a gyökereit szó szerint az alagutakon keresztül a civil polgári lakosság közé, hogy nagyon nehéz őket szétszálazni a terroristákat a civilektől. Szintén nem segíti a helyzetet az, hogy a palesztin egészségügyi hatóság a Hamasznak a befolyása és a felhatósága alatt áll, tehát soha nem lehet tudni, hogy azok az adatok, amiket ők közölnek, hogy mennyi a halálos áldozat, mennyi a sebesült, hogy ebből a számból mennyi a civil, mennyi a terrorszervezetnek az aktív tagja. Szintén azt is fontos kiemelni, hogy azért a legtöbb nagy szervezet, például az ENSZ-nek a szervezetei, ezek túlnyomó részben arab országokból állnak, tehát így elég ritkán fogják Izrael pártját, úgyhogy nem meglepő, hogy eddig is elítélték Izraelt. Nyilván erre voltak, akik emlékeztettek az elmúlt napokban, hogy az egyetlen ENSZ döntés, ami Izrael javára vált az elmúlt 75 évben, az 75 éve volt, amikor megalapult Izrael állama, amikor erről döntött az ENSZ biztonsági tanácsa. Szóval igazából az izraelieket nem lepi meg az, hogy a nyugat politikailag akár kész ellenük fordulni. Nyilván az, hogy most a mostani helyzetből kialakulóban van, vagy egyre jobban látja mindenki a nyugaton, hogy ez valójában a palesztin iszlám dzsihádnak a támadása volt, ezért csitultak a nyugaton ezek a hangok, amik elítélik Izraelt. Szegedi Haag Petra, köszönöm szépen, hogy ilyen részletesen nyomon követed az eseményeket, és tudósítod erről a nézőket. A vendégemet köszöntöm a stúdióban. Ugye ez valóban fölmerült már nagyjából a kezdeti szakaszban, hogy a humanitárius szempontoknak az felemlítése nyugati szintről is, az majd milyen súlya lesik alatba mindazon események kapcsán, amelyeket majd kommentálni kell, és sajnos napról napra van mit kommentálni ebben a térségben. Úgy tűnt az elmúlt napokban, hogy mintha nyugat úgy venné ezt, hogy igen, nagyon sűrűn lakott terület, tényleg nem lehet sebészkéssel kimetszeni onnan a Hamászt, eleve társadalmilag nem lehet onnan sebészkéssel kimetszeni a Hamászt, lesznek járulékos veszteségek. Mi most a viszonyulás? Hát szerintem az, hogy milyen a viszonyulás, az elkövetkező napokban fog igazán kiderülni. Petra is utalt rá, hogy azok a hírek, amelyek most megjelentek tegnap este, azok nyilván nem egy egyértelmű helyzetet teremtenek, viszont abból a szempontból igen, hogy fölkorbácsolják az Izrael ellenes hangulatot, és ez a közel 500 halott és kórház elleni támadásnak az interpretációja, amelyet egyébként nem is tudom, hogy mikor fogunk tisztán látni, hogy mi történt valójában, elfogadjuk-e az izraeliek magyarázatát, vagy azt, hogy ezt a telefonbeszélgetést, amely megerősíteni azt, hogy egy ilyen eltévedt rakéta csapódott be. Nyilván mindenki a maga politikai értékei és érzékei szerint fogja felhasználni. Tehát én azt gondolom, hogy a nyugat viszonyulása is elsősorban ettől fog függni, hogy mennyire erősödnek fel azok a mozgalmak, azok a szélsőséges erők, amelyek egyébként támadni fogják az izraeli lakosságot és azokat az embereket, akik egyébként szimpatizálnak Izraellel. Már az oroszok által elkövetett agresszió kapcsán is megállapítottuk oly sokszor, hogy a kommunikációs térben zajló hadviselés az igenis nagyon komoly és nagyon meghatározó, akár a politikai, vagy sokszor a katonai következményeket tekintve, és most úgy tűnik, hogy az Izrael-Palesztin konfliktus kapcsán ez még jobban fölértékelődik, a kommunikációnak a szerepe, vagy én értékelem túl ezt a kérdést? Hát nyilvánvalóan ez nagyon fontos, hát maga az egész Izrael elleni brutális támadása a Hamasznak, az volt a célja, hogy olyan helyzetet teremtsen, ami minél kaotikusabb, ami minél nagyobb zűrzavart okoz, amivel meg tud elkezdődött békefolyamatokat állítani, és amivel föl tudja korbácsolni a kedélyeket Izrael ellen. És hát nyilvánvaló, hogy miután a gázai övezetről beszélünk, Izrael nem teheti meg azt, hogy ne válaszoljon, hogy ne próbáljon meg a Hamasztól valahogy megszabadulni egy ilyen brutális támadás után. Ezt pedig előre lehetett tudni, hogy nem fog se könnyen menni, se szépen menni. Tehát
ezek a brutális és egyre eszkalálódó konfliktusok, ezek a támadás pillanatában már gyakorlatilag bele voltak kódolva az egészbe, úgyhogy ez egy ilyen szempontból is egy rendkívül gonosz, mert hogy nem csak Izraelt hozta, tehát nem csak Izraelt támadta meg ezzel a Hamas, hanem nagyon jól lehetett tudni, hogy a saját palesztin lakosságára nézve is rendkívül nehéz és rossz következményekkel fog járni. Egyfelől, igen, és van itt egy másik aspektus is, hogy ha csak a politikai színteret néznénk, és kivesszük az egész rendszerből az erőszakot, tudom, hogy nem lehet, de játszunk el a gondolat, hogy ideális világban talán ez lehetséges volna, akkor lehetne arról beszélni, hogy a palesztin érdekek, a palesztin követelések, azok milyen módon ültethetők át a realitásba, a valóságban, mindennapokban megélt valóságban. Most ez, amit a Hamas csinál, ez mennyiben használ a palesztin ügynek, a palesztin ügy legitim elemeinek is? Hát ez nem a palesztin ügynek használ, hanem minden bizonnyal Iránnak az érdekeinek felel meg. Ez egy konszenzus az elemzői körökben most, hogy Irán érdekeit hajtja végre a Hamász, hiszen Irán finanszírozza a Hamászt. De arról is érdemes szerintem beszélni ebben, hogy miért van az, hogy Nyugat-Európában, és ebben van egy különbség Kelet és Nyugat-Európa között, főleg a nyugat-európai progresszív oldalt, az Izrael ellenességbe burkolt antiszemitizmus ilyen módon megfertőzte. Én nekem erről személyes tapasztalataim vannak, én az Edinburgh Egyetemre jártam, az, amit az én alma materem például ebben az ügyben mondott, az egészen vérlázító. Mi volt az? Hát az, hogy ez nem most kezdődött, és hogy az izraeli apartheid állam. Tehát azok, akik apartheid államozzák Izraelt, azok, akik ebben a helyzetben arról beszélnek, hogy folyamatosan elkezdik ezt a kikezdte, meg hogy meg lehet indokolni azt, hogy technobuni részvevő fiatalokat hidegvérre legyilkolnak azért, mert milyen az állampolgári jogok struktúrája Izraelbe. Ezek ugyanazok az emberek, akik ezt az érvelést amúgy helyesen Oroszország meg Ukrajna esetén nem hajlandóak elfogadni. Tehát ha azt mondjuk, hogy a támadó és a támadott felelőssége nem ugyanaz, és ezt mondtuk Oroszország és Ukrajna esetében, akkor itt sem ugyanaz a támadó és a támadott felelőssége. És azért van az, hogy a Izrael ellenesség, ami nagyon sokszor antiszemitizmust jelent, nyugaton ilyen népszerű, mert a Egyesült Államok és az Izrael közötti nagyon szoros szövetségi viszonyban mindenki, aki az Egyesült Államok világhatalmi politikájával szemben valami nagyon jó ügyet akar magának találni, az ezt találta. És amit mondtak a felvezetőben, mondott a kollégája, az nagyon igaz volt. Tehát az ENSZ nevű szervezet, az minden egyes alkalommal elítéli úgy a gázai helyzetben Izraelt, hogy egy határozatukban nem volt benne az, hogy a gázai övezetnek a kerítését Egyiptom tartja még fönn, hiszen a másik része Egyiptomban van. De Egyiptom neve soha nem került bele ezekbe a határozatokba. Nekem fölmerül, hogy azért, mert Izraellel ellentétben Egyiptom nem a zsidó állam. Ugyanakkor az Izrael politikájával kapcsolatos kifogások vagy kritikák, ugye, ez egy megközelítés, amit mondott Ungár Péter, hogy ebben a helyzetben most ennek nincs itt a helye, de az izraeli sajtó maga ezt fölveti nap mint nap, hogy például a Netanyahu kormányzatnak milyen felelőssége van abban, hogy ebbe az állapotba, ebbe a helyzetbe eljuthatott Izrael, és itt a belbiztonságtól kezdve nagyon sok kérdés fölmerül, amely fölött a kormánynak egyébként, ha normálisan tud működni, akkor igenis van befolyás, vagy a felügyeletet valamilyen módon gyakorolnia kell. Tehát az izraeli belpolitikában valósak azok a kérdések, hogy az izraeli belpolitikának milyen felelőssége van. De szerkesztő ez a helyzet, szerint Ukrajnában ezeket a kérdéseket nem lehetett volna ugyanúgy föltenni az inváziók kapcsán? Az akár föl lehetett volna, csak most éppen erről beszélünk szerintem. Csak azért mondom, hogy milyen érdekes, hogy a tanult körökben az egyiket föl lehet, s másikat nem. Nem tanult körökről beszéltem, most én az izraeli sajtóról beszélek konkrétan. Ami azt is jelentheti, hogy még ilyen helyzetben is van mondjuk egy reflexiós vagy önreflexiós képesség. Tehát van a társadalmon belül, meg a sajtón belül, ott megjelenhetnek vélemények, mint hogyha nem csak az volna feltétlenül fontos, hogy éppen pont most mi történik, hanem mindazoknak a folyamatoknak a feltérképezése, meg lehet, hogy azt szolgálják, hogy a jövőben ne történjenek ilyenek. Jó, azért Péter, annyiban azért hadd vitatkozzak, hogy Izraelben az utóbbi időben olyan lépések születtek, amik kifejezetten a demokratikus állapotoknak a visszafejlődését, a jogállamiság lebontását jelentette, és emiatt hogy is mondjam neked,
a belső összetartás azért jelentősen meggyengült. De hát nemzeti egységkormány van most Izraelben. Benny Gantz bement a kormányba. Hát, de most a de most, az események... Igen, most, de az ezt megelőző időszakban azért ugye tudjuk nagyon jól, hát hónapok óta az ellenzék óriási tüntetéseket tart, és hatalmas felháborodás volt azok ellen, az intézkedések ellen, amit a Netanyahu kormány igen bevezetett. Tehát csak az ukrajnai párhuzamra mondtam neked azt, hogy Ukrajnában nem egy ilyen brutális visszafejlődés volt, tehát ezért ez kevésbé volt téma, mint Izrael esetében, ahol a szemünk láttára álltak neki lebontani ezeket. Igen, mégis az a különbség például Izrael meg a szomszédai között, hogy Izraelben ki lehet menni a regnáló miniszterelnök ellen, meg a bírósági reformja ellen tüntetni, és mindenki hazamegy békességben, és ezt nem lehet megtenni Izrael szomszédjaiban, és ez egy úgynevezett objektív különbség. Én a jobboldaliakkal szembe szoktam ezt az érvelést lefolytatni Oroszország meg Egyesült Államok között, hogy az Egyesült Államok nem egy tökéletlen demokrácia, de Joe Biden bármennyit lehet ócsárolni bármelyik amerikai tévében, semmi bajod nem lesz. Ez a demokráciának az egyik alapvető, legfontosabb értéke. Én csak azt akarom mondani, hogy rengeteg rossz dolgot lehet elmondani a Netanyahu kormányról, kétségtelenül igaza van mindenkinek, hogy ha rossz dolgokat akar olvasni a Netanyahu kormányról, akkor az izraeli sajtóban érdemes megtenni, mert ezt ott fejtik ki a legbővebben, de mi köze van ennek a jelenlegi helyzethez? Biztos vagyok benne, hogy Volodymyr Zelenszkiről is lehet kritikákat elmondani, de annak sincs köze arról, hogy Ukrajnát támadás érte. Talán abban az összevetésben, és többnyire itt is merül föl, hogy az államszervezetnek, a biztonsági rendszereknek a működése az milyen összefüggést mutat azzal, hogy egy belpolitikai instabilitás volt Izraelben. Most arra utalsz, hogy a... Korábban, tehát most korábbi nyilván... Ja, nem azt hiszem, hogy arra utalsz, hogy a titkosszolgálatok nem tudtak... Akár az, hogy olyan helyen, ahol mondjuk nagyon komoly szakmai vezetés kéne, politikai kinevezettek voltak, és egy csomó olyan dolog, amit látunk egyébként Magyarországon is, csak nem vagyunk egy ilyen veszélyzónában, hála Istennek. Politikai stabilitás Izraelben. Azért az elmúlt X évben egy pár politikai instabil időszakot ők átéltek, mert olyan választási rendszerük van, hogy nem szokott egy kormány 3 percig megmaradni. Tehát ez csak nem vagyok benne biztos, hogy ez a legpontosabb leírása ennek, tehát ezt nem igazán értem. A Joe Biden érkezésével egyértelműen kifejezés nyert az amerikai támogatás, nem mint hogyha eddig egy pillanatig is kétséges lett volna, de nyilván ez egy rendkívül erős gesztus, de Joe Bidennek nem csak az volt a szándék, hogy az izraeli vezetéssel találkozon, hanem hogy a térségbeli országok vezetésével is találkozon, és pontosan a gázai területen lévő kórháznak a felrobbanása után mondták vissza ezeket a találkozókat. Milyen mozgástere lehetőségei vannak az amerikai elnöknek ebben a helyzetben? Hiszen egyébként már azok a döntések nagy valószínűséggel megszülettek, hogy milyen módon, hogyan fogják támogatni Izraelt ebben a konfliktusban. A nemzetközi sajtó azt írja, nem vagyok ennek a területnek a szakértője, tehát csak ismételni tudom, hogy a lehető legszerencsétlenebb pillanatban érkezett Biden most a térségbe. Ugye Abbas már tegnap lemondta a találkozót, és nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy az a misszió, amit egyébként elképzelt magának az amerikai elnök, az teljesülhet. Pontosan egy ilyen nagyon lázas pillanatban, amikor kölcsönösen vádolják egymást, amikor igazából a világ sem látja tisztán, hogy mi történt, akkor az amerikai elnök sem tud egy békemissziót, egy olyan missziót teljesíteni, amelyben egyébként azt akarja elérni, hogy legyen egy humanitárius folyosó, és ott a gázai övezet nagyon sűrűn lakott civil lakossága békében át tudjon települni, vagy átvészelje ezt a háborús időszakot, és hogy az izraeliekkel arra vegye rá, hogy semmiféle olyan visszacsapás ne történjen, amely egyébként ezt a civil lakosságot támadja. Többen éppenséggel az amerikai fellépésnek, és ez nem mindig föltétlen a kamerák előtt történik, nyilván a háttérben sokkal több információ megy, szóval az amerikai nevezük nyomásnak tudják be azt, hogy Izrael nem indította meg az offenzívát, teljes körű offenzívát a szárazföldön a gázai terület felé. Azért nem tűnik logikusnak egyébként, most tényleg csak logikai alapon levezetve, hogy Izrael oldaláról történjen egy ilyen csapás egy kórházra, amikor az elnök, az amerikai elnök odajön, az egyetlen igazi támogatója Izraelnek.
Úgyhogy ezt feletté furcsának találnám, hogyha Izrael ebben a pillanatban megelőzze az Biden elnöknek az érkezését, egy ilyen lépésre szánta volna el magát. Már csak azért is ilyen szempontból nagyon fontos az amerikai látogatás, mert hát hogy az egész térség izzik, és az, hogy az amerikai Egyesült Államok hogyan áll oda Izrael mellé, mennyire határozottan és mennyire egyértelmű az Izrael melletti kiállása, az meghatározó abból a szempontból, hogy hogyha ez nem elég erős, akkor az bíztatja az Izrael ellen fellépni akarókat abban, hogy akkor itt van pálya, lehet előre menni, tehát ez az amerikai kiállásnak kulcsfontosságú jelentősége van, úgyhogy ezzel Péterrel egyetértek, hogy hát az kevésbé valószínű, hogy egy ilyen helyzetbe támadott volna meg egy kórházat például Izrael. A humanitárius szempontokat, azokat rendre felvetik Izraellel szemben, illetve szorgalmazzák az Európai Uniós szintről is, meg az egész nyugati világból, hogy például humanitárius folyosókat nyisson, a menekülés lehetőségeit biztosítsa, illetve, hogy a különböző segélyek azok be tudjanak jutni Izrael területére. És most úgy néz ki, hogy Egyiptomból délfelül Izrael déli határainál ez valamilyen formában meg tud majd történni. Ugyanakkor nem látjuk a muzulmán országokat, most független attól síták vagy szuniták, amelyek azt mondanák a térségben lévő palesztinoknak, hogy segítünk benneteket kimenekíteni onnan, letelepedhettek nálunk, a menedék programot nyitunk számotokra. Egyiptom azt mondja, hogy ő nem tud befogadni menekülteket, ugye azt is mondja az egyiptomi vezető, hogy már leve 8,5 millió menekült van náluk, még 2 milliót nem bírnának el, meg nem akarják, hogy a sínai félszigetre áthelyeződjön a konfliktus, de egyetlen másik muzulmán ország sem, amelyik egyébként akár az Izrael, a palesztin ügynek a támogatói sem ajánlják fel ezt a segítséget a palesztinoknak. Jordánia, Szíria, Libanon, nem látjuk. Említette a Európai Unió vezetésének a nyilatkozatát ebben a kérdésben. Ajánlom összevetni minden tévénézőnek Joe Bidennek az interjúját a CBS-en, a 60 Minutes-ben, és mondjuk von der Leyen elnökasszonynak a nyilatkozatát, tehát a kettő közötti különbséget orgonálni lehet kompetencia tekintetében. Tehát sok mindent el lehet mondani az Egyesült Államok elnökéről, de például elmondja azt, hogy nem javasolja Izraelnek, hogy katonailag, szárazföldi okupációval legyen újra a gázövezetet, nagyon keményen beszél ilyen kérdésekben, ugyanakkor nagyon keményen beszél abban a kérdésben, hogy Izraelnek joga van az önvédelemhez. Ehhez képest mit csinál az Európai Unió? Szépeleg. Megint van egy Twitter oldal, ennek az a neve, hogy deeply concerned, tehát mély aggodalommal, ami semmi más nem csinál, mint az Európai Unió külügyi állásfoglalásaiból kiveszi ezt a két szót, hogy mély aggodalommal, és csak egymás alá rakja, hogy az Európai Unió külpolitikája. Semmi más, mint ennek a szónak a folyamatos ismételgetése, és mindenhol ez az egyrészről másrészről ötödés. Úgy, hogy a külügyi biztos ráadásul, aki egy baloldali spanyol ember, meg kifejezetten Izrael ellenes állításokat is megfogalmaz, tehát ez összességében véleményem szerint... Én értem ezt a problémakört, hogyha lehet egy pillanatot beszéljünk arról, hogy a környékbeli muzulmán országok azok hogyan szerepelnek ebben a kérdésben, és túl azon, hogy Izraelt elítélik, valamilyen fajta segítséget, humanitárius segítséget ők adnak-e a palesztinoknak, meg a gázai területen élőknek. Ezt nem látjuk. Mi lehet ennek az oka? Hát nem látjuk, ezt tudjuk egyelőre mondani, hogy nem látjuk. Nyilván egymással is olyan konfliktusok vannak, nem így, mint Izraellel, amelyek egyébként ezeket az állásfoglalásokat megfékezik. Én legalábbis amennyire én távolról ezt gondolom. Illetve hát itt van egy szaúd-arábiai-iráni konfliktus, ami ennek a mélyére ás, az egész valójában föl lehet fogni bizonyos elemzők szerint ezt a háborút egy proxy háborúként Szaúd-Arábia és Irán között, és az izraeli-szaúd-arábiai békekötésnek a megállítására vonatkozott ez az egész konfliktus az elemzői konszenzus szerint. Amúgy az Egyesült Államok elnöke, ha visszatérhetek erre a relatív fontos esetre, hogy erről hosszan beszélt külpolitikai kérdésekben az Egyesült Államok elnöke, ott elmondja, hogy nem lehet megállítani ezt a folyamatot, és akármit próbál meg Irán, ez a folyamat véghez fog menni, ami a Szaúd-Arábia-izraeli békekötést, vagy tágabb stratégiai szövetségkötést jelenti, de hát itt Irán az egyértelműen, az iráni külügyminisztérium szinte a kimondásig eljutott, amelyik el akarja mondani, hogy ő akarja átalakítani a közel-keleti területet. Innen fogjuk majd folytatni, és hazai témákkal maradjanak.
Németh Péterrel, a Népszava főszerkesztővel, Harangozó Gáborral, az MSZP alelnökével és Ungár Péterrel, az LMP társelnökével folytatódik az aktuális. Maradunk még egy kicsit külföldön, de itt már azért direkt magyar vonatkozás is van, nevezetesen az, hogy az Európai Unió állam és kormányfői tartottak egy videokonferenciát arról, hogy hogyan viszonyuljanak az izraeli konfliktushoz. Igazából túl sok minden nem történt, nyilván kötelező erejű határozat sem született, hanem inkább állásfoglalások voltak, ahol a magyar miniszterelnök nem vett részt, mert máshol volt. Kérdés, hogy ennek mi a jelentősége, de volt valaki, aki képviselte hazánkat, ott nézzük. Az izraeli helyzetről tartottak videokonferenciát az Európai Unió állam és kormányfői. Magyar részről viszont senki nem kapcsolódott be az egyeztetésbe. Orbán Viktor miniszterelnök ugyanis Kínában tartózkodott, ahol először Xi Jinping kínai, majd Vlagyimir Putyin orosz elnökkel egyeztetett. A kormányfő kérésére Magyarországot az osztrák kancellár képviselte. Az egyeztetés során a felek nem fogadtak el közös nyilatkozatot. A cél az volt, hogy az álláspontokat egyeztessék. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke arról beszélt, hogy a Hamász nem tekinthető a palesztinok képviselőjének. A terrorszervezet a helyi muzulmán lakosságnak is kárt okoz. Jó, nyilván semmi újdonság, egy kicsit akár visszakanyarodhatnánk az első részben is, mert Ungár Péternek ez egy kedvenc témája, és tud is mellette érvelni, hogy miért tűnik impotensnek az Európai Unió. Ezzel együtt Magyarország miniszterelnök egy Európai Uniós országnak a miniszterelnöke, és a világ másik felén tartózkodott éppen, amikor volt ez a tanácskozás. Mennyire bevett az, hogy egy kollégáját kéri föl, egy másik országnak a vezetőjét, hogy képviselje, nem csak Magyarország, egyáltalán ez mennyire bevett? Illetve miért az osztrákok, azt tudjuk? Nem tudjuk. És a Petőfi laktanya helyett is Mária Terézia van, nem? Szóval számomra ez egészen elképesztő, tehát, hogy az előfordulhat, hogy a magyar miniszterelnök éppen nincs Magyarországon, és az időzóna miatt még online sem tud részt venni, tehát ott ugye mégiscsak akkor éjszaka volt, amikor ez az online tanácskozás folyt, de nincs más politikus Magyarországon, aki történetesen képviselhetni. Jó, Szijjártó Péter szintén nem tudom, hogy kötelező egyébként egy ilyen a miniszterelnöknek, vagy a köztársasági elnöknek részt venni, ez ilyen szabályt nem ismerek, de én ezt egész egyszerűen nem tudom. És az, hogy mi az osztrákoknak az álláspontja, és mi a mi álláspontunk, mi megbeszéltük az osztrákokkal, hogy azt fogja képviselni, szóval számomra ez egy egészen elképesztő, fatális dolog. Tehát mindenki beszéltett 3 percen vagy 5 percen keresztül, nyilván volt egy időkeret, elmondta magáit, most a gyakorlati részét tekintve az nem mindegy, hogy azt mondja Kárné Jámer osztrák kancellár, hogy és most itt van a kezemben az a dokument, ezt meg Orbán Viktor írta, fölolvasom, és akkor fölolvasom, az ugyanúgy elhangzik. De... amikor nincs határozat, nincs döntés, nincsen semmi. Nem érvelni akarok egyik vagy másik álláspont mellett, érteni szeretném ezt a szituációt. Jó, tehát kialakult egy szörnyű háborús helyzet, amiben Európa vezetői összeülnek megbeszélni, hogy mi legyen az álláspont. Ott szerintem azért az elvárható, hogy a magyar miniszterelnök vegyen részt, és ez legyen neki a fontos. Az, hogy miközben ez van, ő inkább Kínában van, és ott egyébként Vlagyimir Putyinnal tárgyal, amiről aztán láthatóan már ő is olyan, ugye megjelent erről egy videó is, ahogy a Putyinnal tartották a sajtótájékoztatót, ahol az látszik, hogy már ő is rendkívül zavarban. Előjel a poént. Jó, majd akkor arról beszéljünk. Nem Harangozó Gábor szerkeszte műsort, elmondom a nézőinknek, de beletrafált abban, amire majd még mi is ki szeretnénk térni külön. Úgyhogy jó, amit oda akar mondani, ezt tartogassa, lesz rá. Arról beszéljünk külön, de szerintem, jó, én szerintem ez alapvető probléma, hogy Orbán Viktor rendszeresen külpolitikai nemzet számára fontos külpolitikai ügyekben a magyar érdekekkel szemben megy. És nem az Európai Uniós irányba próbálja Magyarországot beleilleszteni, hanem ő valahogy mindig mással kell, hogy foglalkozzon. És ennek az az eredménye, hogy Magyarország egyre jobban sodródik ki az Európai Uniós fővonalból, nem veszünk részt ezen a megbeszélésen, egyébként Magyarországnak már nem járnak Európai Uniós pénzek,
Szóval ez szerintem... Tehát, hogy még, ugye Navracsics Tibor éppen úton van Brüsszelbe, ő meg abban reménykedik, hogy még nem jár. És ezt már hányszor hallottuk meg, Navracsics Tibor, ahányszor elmondta, hogy most már mindenben megegyeztünk, most már jönni fog a pénz, hogyha ez alapján lehetne sokszorozni ezeket a pénzeket, akkor szerintem a világ pénzét már megkaptuk volna, de hát azt látjuk, hogy nem kapunk semmit, mert nem tudnak megegyezni, mert Magyarország nem partnere az Európai Uniós döntéshozatalnak, az Európai Uniós közös gondolkodásnak, és lehet, hogy az Európai Unió nem tökéletesen működik, de hogy Orbán Viktor sokat ront még rajta azzal, amit csinál, az egészen biztos. Én vitatkoznék. Először is nem tűnik számomra úgy, hogy ez a rendezvény ez kihagyhatatlan lett volna. Tehát ebben a szerkesztői kérdésben megfogalmazott állítással hajlok egyetérteni. Az zavar, hogy miért az osztrákok, miért nem egy régiós ország képvisel minket. Erről beszéltem én is, tehát az a felfoghatatlan. Tehát nem értem. Sógorok. Nem, ezt az osztrákokat egyáltalán nem értem. De mindegy, ez egy részletkérdés. Önmagában szerintem az, hogy egy ilyenen nem vesz részt a magyar miniszterelnök, az nem probléma. Az már egy probléma, nem is az a probléma, hogy most találkozik konkrétan Vlagyimir Putyinnal, hanem az valójában a probléma, hogyha összeszámoljuk, hogy mondjuk beleszámoljuk Szijjártó Péter moszkvai utat, ami tulajdonképpen egy ilyen kétheti retúr szintén van, hogy hány magas szintű egyeztetés folytatott a magyar kormány Oroszországgal a háború kitörése után, ez egy probléma, tehát ezt egy legitim problémának tartom. Az, hogy találkozik a kínai vezetéssel, az szintén nem egy probléma. Kína kérdése most Európában a legnagyobb vita, a legnagyobb külpolitikai vita, hogy mit kezdünk Kínával, mint Európai Unió. Jelenleg ezen vitatkozik von der Leyen bizottsági elnök és Scholz kancellár. Mert például a bejelentett kínai elektromos autó védő kérdésben teljesen más véleménnyel vannak, és megint más véleménnyel vannak a franciák. Tehát a mit csinálunk Kínával kérdéskör, ez egy nagyon-nagyon kurens, nagyon nagy és bonyolult vita. Azért persze nem örülök, mert azért mi LMP-ben így eléggé félünk attól, hogy most, hogy elment Kínába is, találkozott a kínai vezetéssel, visszafelé a repülőúton még bejelentésre kerül egy 6-7 akkumulátorgyár, tehát van egy ilyen jellegű félelmünk is, de összességében az, hogy a kínaiakkal találkozik, az nem probléma, az oroszokkal az már egy sokkal súlyosabb probléma, és az egy probléma inkább, szerintem az nem probléma, hogyha egy országnak az a külpolitikája, hogy azért, hogy a méreténél felül érzékeltesse a jelenlétét, sokszor olyan dolgokkal szembe megy, ami kellemetlen. Csak az a baj, hogy ennek már nem nagyon látjuk, hogy mi az előnye. Tehát egy ideig szerintem lehetett látni, hogy ennek vannak pozitív hozadékai, de most már azt látjuk, hogy ennek a fajta politikának kicsit kevés előnye van, tehát már kevés dolog van. Én is vitatkozom veled, mert azt gondolom, hogy ennyire egy ilyen, ugye ez az online EU csúcs azért egy elég fontos ügyben történt. Még ha nem is várható el az Európai Uniótól, és te magad idézted, hogy milyen külpolitikai, ilyen teszetosza lépéseket, vagy nem is lépéseket tesz, de azért az, hogy történik egy ilyen Izrael és a Hamas között, illetve a gázai övezetben, és erről akarnak az Európai Uniós vezetők beszélni, akkor azt gondolom, hogy ebben, mint Európai Uniós tag, igenis ott kell lenni Magyarországnak. Nem képviselheti Magyarországot egy ilyen kérdésben, ami nem tudjuk, hogy mi valószínűleg nem futott volna ki semmilyen körülmények között semmire, semmilyen igazi határozatra, de ha igen, akkor mi van? Akkor az osztrákok képviselnek bennünket, és ha döntés születik valamiben, akkor mi azt mondjuk, hát jaj, mit csináltunk, az osztrákok döntöttek, vagy jaj, ezt az osztrákok döntötték, nekünk nincs közünk hozzá. De ez nem létezik ilyen megoldás szerintem, tehát ennyiben vitatkozok veled, hogy és van egy másik oldala ennek a dolognak, az a fajta lebecsülése az Európai Uniónak, amely a magyar kormány részéről nap mint nap tulajdonképpen megérkezik hozzánk. Ugye ez nagyjából egy álláspont, vagy ilyen politikai alapvetés azonnal, és pont ide fog kapcsolódni, hogy szinte már egy alapvetés, hogy a világ dolgai azok már nem nyugaton történnek. Tehát ami igazán fontos, az keleten történik. A jegybankelnök Matolcsy György is Kínába utazott, ahol arról beszélt, hogy Eurázsia kora jött el, és áthelyeződnek. Azt lássuk már világosan, hogy Orbán Viktor nem ezért megy Kínába. Orbán Viktor nem azért megy, amiről te beszéltél, amiről a franciák beszélnek, meg a németek beszélnek, hogy mit kezdjünk Kínával világszinten, hanem azért megy, mert két éve nem jön Európai Uniós forrás Magyarországra,
összeomlóban van a gazdaság, 8 hónapja esik folyamatosan a magyar gazdaság, nincsenek Európai Uniós beruházások, és ezt Orbán azzal pótolja, hogy kiárusítja Kínának Magyarországot. Hát olyan beruházások jöttek az utóbbi időben tömkelegében Kínából, ahol Magyarország azzal azt kínálja föl Kínának, hogy olcsó munkaerő, nem kell betartani környezetvédelmi előírásokat, tulajdonképpen bejöhet az Európai Unióba, csak az Európai Uniós feltételeket itt nálunk nem annyira kell betartani, és ilyen ügyekben tárgyal folyamatosan, és ilyen kínai befektetéseket hoz Magyarországra, mert egyébként nem tudja a gazdaságot finanszírozni. Ez szerintem egy óriási baj. Tehát ahelyett, hogy az Európai Unióval egyezne meg, jönnének Magyarországra az Európai Uniós források, amiből hazai kis- és középvállalkozásokat, a magyar gazdaságot lehetne ehelyett a külföldi működő tőke beáramlásra, ami most már tényleg ez a legalja kínai beruházás, ami Magyarországra jön finanszírozni és működtetni belőle az országot. Ez a baj ezzel, ami történik. És nem geopolitikai ügyekben megy tárgyalni, hanem kiárusítja országot, az országot Kínának. Ez a baj. Hogyha lehet olyat, hogy vitatkozunk, vagy nem? Abszolút lehet, csak akkor időkeretesre kell venni, mert az adásig az korlátos. Hozzá szoktam ehhez a munkájában, hogy van egy időkeret. De csak hogy szerintem... Én nem büntetek. Ez egy fontos dolog, amit... Mindenre, a második részvel, amit mondtál, annak mindegyet értek. De szerintem azért azt kérdezzük már meg önmagunktól, hogy miért nincs az Európai Uniónak külpolitikája, amihez nem tudnánk, ha... nem tudom, milyen kétfarkú kutyapárt kormány lenne, sem tudnánk igazodni hozzá, mert valamihez, ami nem létezik, nem tudunk igazodni. Miért nincs? Azért, mert nincs európai védelmi politika, mert nincs közös európai hadsereg. Akinek nincs hadserege, annak nincs külpolitikája. Azért számít, hogy Joe Biden mit csinál, mert a világ legnagyobb hadseregének a főparancsnoka. Márpedig nekünk nem látszik még, mint Magyarország, hogy pontosan milyen feltételekkel érdekünk a közös európai hadsereg, véleményem szerint érdekünk, mi abszolút. Ezt támogatjuk, de nem mindegy, hogy ez egy német hegemóniát jelente, vagy azt jelenti, hogy például a régiós országok meg tudnak szerveződni vele szembe. Ezt csak azért mondom, mert ezek azok a kérdések, amelyek valóban fontosak arról, hogy el tudjuk dönteni, hogy milyen Európát szeretnénk, mert igazodni utána csak ahhoz tudunk, ami létezik, és még egy nagyon fontos dolog, hogy akkor abban egyetértünk, hogy nem a kínai látogatás ténye, hanem a tartalma a probléma. Igen. Az oroszokkal már szerintem nem így van, ott már azért a sokadik tény önmagában tartalommá válik. De az inkább egy probléma, hogy nincs meg a másik lába. Tehát, hogy a nyugat-európai országokkal nincs meg már olyan kétoldalú kapcsolat, amely ellensúlyozni tudná azt, ami itt történik. Hogyha már Harangozó Gábor az időkeretbe. Szinte simán. Hogyha Harangozó Gábor az imént szinte már felkonferálta a Kreml által közített videót Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor találkozójáról, akkor ezt nézzük most meg, és nézzék a két szereplőnek a viselkedését. Rácz András Oroszország szakértő is kiemelte ezt, azt írja, hogy nagyon nem egyenlő a viszony a két fél között, nem előnyös a magyar miniszterelnök számára ez a videó, igazgatja magát, a jegyzeteit, a tollát, a ruhát, a nyakkendőt, teljesen fölösleges mozdulatokat tesz, és az, hogy a Kreml éppen ezt a videó részletet rakta ki egy hosszabb találkozóról, ezt a 40 másodpercet, ezzel, mondja Rácz András, látványosan megalázták a magyar miniszterelnököt, azt kifejezve, hogy meg akarták mutatni az oroszok a hazai közönségüknek is, mert a sajátjaiknak, már ott hazai, tisztázunk, tehát még egyelőre ott hazai, illetve a nemzetközi közvéleménynek is, hogy mi a viszony a két fél között. Orbán Viktor ideges, Vlagyimir Putyin meg 80/60-as vérnyomással ülött. Ez belemagyarázni, bár mondjuk Rácz András kremlinológus is tulajdonképpen, hogyha úgy veszük, úgyhogy akkor lehet, hogy én nálam biztosan sokkal többet ért ehhez a dologhoz. Péter? Én nem tudom, hogy valóban volt-e ilyen célja a Putyin-féle stábnak, hogy Orbán Viktort megpróbálja lejáratni, vagy olyan helyzetbe hozni, amely számára kellemetlen, hátrányos, mert képileg valóban rendkívül hátrányos. Valószínűleg, én erről írtam is, teljesen váratlan helyzetbe hozták azzal, hogy az orosz televízió ezt fölvette, hogy az egész helyzet feltehetően ott az orosz rezidencián történt Pekingben ez a találkozó, meglehetősen szorult helyzetbe hozta Orbán Viktort.
Ez már önmagában üzenet, nem? Hogy ebben mennyi volt a szándékoltság, hogy valóban azt akarta-e, hogy az egyetlen Európai Uniós vezető, aki hajlandó vele leülni, azon keresztül mutassa meg az ő fölényét, magabiztosságát és uralmát. Én ezt taktikailag nem tartanám egészen okos dolognak, de hát nem én vagyok Putyin tanácsadója, hogy ebben kitaláljam. Csak nem hiszem, hogy ez volt a cél vele. De lehet, hogy tévedek ebben a dologban. Sokkal nagyobb baj, ami tartalmilag egyébként elhangzott. Jó, én ebben egy kicsit hadd legyek kartosabb. Most azon kívül, hogy látva ezeket a képeket, vérciki, amit ezen a képen látunk. De tudjuk nagyban mutatni a nézőknek is csak. Azért hadd tegyen föl azt a kérdést, hogy vajon Vlagyimir Putyin mit mondhatott Orbán Viktornak, amitől ő ilyen ideg állapotba került? Mert hogy egyébként nem a béke garantálása érdekében jár folyamatosan Putyinhoz a Szijjártó Péter és Orbán Viktor felváltva, abba egészen biztos vagyok, mert béke attól lesz, amit előbb Péter mondott, hogyha lesz erős európai hadsereg, meg erős Európa, az tud békét garantálni, ez egy nagyon fontos kérdés. Orbán Viktor egészen biztos vagyok benne, hogy nem azért jár Vlagyimir Putyinhoz, hogy a békét intézze, de hogy miért jár, és miért teszi ki magát ennek, amitől ő is ilyen ideg állapotba kerül, és amitől egyébként az ország is folyamatosan egyre nehezebb helyzetbe kerül, és egyre vállalhatatlanabb az, amit a magyar külpolitika csinál, arra most már nagyon kíváncsi lennék. Pont Rácz András, aki felhívta a figyelmét a széles nyilvánosságnak erre a Kreml által közzétett videóra, maga is azt mondja korábban, azt írja többször, hogy nyilvánosan föllelhető forrásokból nem lehet tudni, hogy mi ez a szoros kapcsolat Moszkva és Budapest között. Ha most ismételten lehetek buligyilkos, tehát én nem szeretnék ebbe az ilyen vulgár viselkedés elemzésbe bevenni, tehát hogyha én találkoznék Vlagyimir Putyinnal, biztosan ennél ingerültebb állapotban lennék, és arról sok felvételt lehetne csinálni. 13-adjára már nem. Akkor majd rólad. Nem lehet tudni. Akkor majd rólad fogunk beszélgetni. Tehát ismered Orbán Viktort, azért ő nem egy kezdő, ő nem szokott így viselkedni. De tehát a leghíresebb és legtöbbet szereplő kelet-európai filozófus, Szlavoj Zsizseknek ennél sokkal nagyobb tikjei vannak, az, hogy egy ember miért csinál ilyet, ebből ilyen méremelő, hogy mondjam, következtetéseket levonni, szerintem teljesen értelme. Bocsánat, lehet, hogy félremegyünk, és lehet, hogy ebben én vagyok a hibás. Tehát most itt nem föltétlen csak arról van szó, hogy Orbán Viktor miért idegeskedi magát, vagy miért igazgatja magát idegesen, mert lehet, hogy egyszerűen neki egyébként is ez a ritmusa. Hanem az, hogy a Kreml miért pont azt a 40 másodpercet rakja ki. Az egy sokkal hosszasabb videóból, ahelyett, hogy ahol mosolyogva kezet ráznak egymással, vagy mit, vannak ennél előnyösebb. Tegyük föl, hogy mi ott ülünk most Moszkvába, a Kremlben, és mi vagyunk a egyik stratégiai csapata az orosz elnöknek, és nem, akkor én nem akarok belegondolni. Eltételezzük, hogy nem vagyunk mondjuk tökkel ütöttek, akkor valójában azért akarjuk ezt a videófelvételt, amire a főszerkesztő úr utalt, mert a ténye, hogy egy Európai Uniós ország vezetőjével találkozik, önmagában az oroszoknak fontos a jelenlegi helyzetben pont. Értem, csak ez egy hosszabb felvétel volt, ott van más részlet. Igen, és a másik, hogy szerintem a politika eltagadása azt állítani, hogy Orbán Viktor zsarolják valamivel az oroszok. Mert ugye ezek az állítások, amiket megfogalmazunk, valójában ez... Jó. Nem mondta, de erre utalt itt mindenki. Tehát ez a valódi... El tudod mondani? Tudsz valami okot mondani rá, hogy Orbán Viktor miért jár ki, és miért teszi ki magát el? Igen, a pénz miatt. Szerintem az egy sokkal egyszerűbb válasz, mint hogy van egy kompromat arról, hogy a nem tudom, 1987-ben a nem tudom kicsoda ki mit mondott. Nem mentem volna most, az biztos. De hát a magyar média nyilvánosságban ez is megjelent, hogy itt, tehát én hallottam napirend előtti felszólalásban, hallottam az országgyűlésben, hogy az egyik ellenzéki frakció társam elmondja, hogy a miniszterelnököt valójában zsarolják az oroszok azzal, hogy be volt ütve korábban 90 előtt. De most mindegy, én azt akarom elmondani, hogy szerintem a pénz és a hibás politika egy érdemleges válasz erre. Miért kell mindig az ellenzéknek még egyet rácsavarni a kilincsre? Egyszerűen azért, mert azt gondolják, hogy így olcsóbb energiához jutnak, azt gondolják, hogy ezek az olcsóbb energiák olyan korrupciós költséggel járnak, amit utána el tudnak tenni, és ez a kettő, az, hogy kapnak így pénzt, meg amúgy pénzt, ez elegendő válasz arra, hogy mit keresnek ott. És nem kell hozzá valami nagy konteó. A mutatunk néhány grafikont, hogyha nagyon nem terheltük túl
önöket eddig a Népszava megbízásából. A Publikus végzett egy felmérést, mégpedig arról, hogy a szülők hogyan látják az oktatásnak a helyzetét, és egészen konkrét elemeken keresztül, például, hogy érzékelhető a tanárhiány, és a kormány azt mondja, hogy lakosság arányosan, vagy tanár, vagy diák szám arányosan Magyarország nem is álljon rosszul a tanárok számát tekintve. Hát tudjuk mutatni itt az első grafikonon, hogy hányan érzékelik azt, hogy tanárhiány van. 54% a válaszadóknak bizony azt érzékeli, hogy tanárhiány van, de hogyha egy kicsit részletesebben kezdjük el kapargatni a dolgokat, hogy van-e olyan tantárgy, amelyhez nincsen szaktanár, akkor ott a bő harmada mondja azt a válaszadóknak, mutatjuk ezt is, hogy nincsen szaktanár, ezt 35% érzékeli, és erre még lehetne azt is mondani, hogy ó, hát nincsen olyan nagyon nagy vész, hiszen csak a harmada a szülőknek mondja azt, hogy nincsen szaktanár. De hogyha a kérdés úgy hangzik, hogy szaktanár hiány miatt maradt-e már el óra abban az iskolából a gyermeke jár, ezt fogja majd mutatni a következő táblázat, akkor már egész máshogy néz ki a dolog. Bizony a többség itt is azt mondja, hogy ilyen előfordult már, és csak megint a bő harmad az, amelyik azt mondja, hogy nem fordult ilyen elő. Szóval a statisztikák meg a mindennapi érzékelés, azok nem egészen pontosan fedik egymást, és hogyha hozzátesszük azt is, hogy ha jól tudom, az oktatási hivatal most már nem is közli majd az üres pedagógus álláshelyeknek a számát, akkor még nehezebb lesz valódi információhoz jutni. De azt látják, hogy tanár a nyáron vagy szeptemberben távozott abból az iskolából, amelyhez köze van az adott szülőnek, 55% itt is az igeneknek az arány. Ugye egyszer már beszéltünk erről valamelyik műsorban, éppen akkor, amikor kitalálták azt, hogy ne jelentsék ne jelenje meg az a statisztikai adat, hogy egy-egy iskolában hány pedagógus hiányzik. Szóval itt van, folyik egy olyan kötszurkálás a kormány részéről, amelyben igyekszik eltagadni minden olyan problémát, amelyeket egyébként a hétköznapi emberek, és ezt a statisztika azért, vagy a közvéleménykutatás azért elég pontosan mutatja, érzékelnek a gyerekeiken keresztül, az unokáikon keresztül, hogy itt baj van, hogy nem rendesen folyik az oktatás, hogy hiányoznak, hogy nincsenek megfelelő felszerelések, és ebben még iszonyú különbségek is mutatkoznak térségek alapján. Tehát itt a legnagyobb probléma az, hogy egyfelől a kormány a maga sikerpropagandáját olyan területekre is kiterjeszti, ahol fontos lenne, hogy őszintén beszéljen, ahol fontos lenne, hogy pénzt adjon arra a területre, de el kell tagadnia, hogy nem ad pénzt, el kell tagadnia, hogy tanárhiány van, el kell tagadnia azt is, ezért kitalál olyan mérőszámokat, meg olyan bizonyításokat, amelyek úgy mutatják, mintha kontrázná egyébként a tapasztalatot és a valóságot. Tehát mindaddig, ameddig a kormány egyébként így kezeli az oktatást, és egyébként hozzátehet, hogy az egészségügyet is, és ezekre a területekre nem szán elegendő pénzt, addig marad az a megoldás, hogy meg kell próbálni kommunikációba lenyomni azt, amit az emberek egyébként másként tapasztalnak. Itt én nekem erről az egész oktatásügyről, amiben most már tényleg olyan emberektől is hallani, hogy tanárhiány van, meg olyan iskolákból, amik mondjuk a budapesti elithez, vagy a megyejogú városok legjobb gimnáziumairól beszélünk, hogy én már épp észre nem tudom megérteni, hogy minek kell még történnie, hogy ebbe valóban belenyúljon a kormányos béremelést adjon. Tehát elmondta Novák Katalin, hogy nem kell az Európai Unióra várni, és a magyar költségvetésben megvan az erre lévő forrás. Ha megvan az erre lévő forrás, akkor tényleg mi kell még, hogy történjen? Mindenhol omoljon le a vakolat? Tehát hogy mire várnak még? Mert azért ez most már tényleg egy olyan tarthatatlan állapot, amit azok is látnak, akik tényleg Orbán Viktor képével kelnek, fekszenek, meg kettő között azért imádkoznak, tehát mindenki látja itt ezt a súlyos problémát. Nem ezzel a képpel, igen. Hát ugye az egész modell, ami Magyarországon működik, működésképtelen. A gazdaságot arra alapozzuk, hogy alul fizetett, kizsákmányolt munkavállalók vannak rossz munkakörülmények között, gyakorlatilag a magyar munkavállalók harmadát, negyedét keresi, mint egy nyugat-európai. Nincsenek normális közszolgáltatások, az egészségügy teljes tragédia romokban van, és hát az oktatás a szemünk előtt omlik össze. És
Csak akkor hadd hozzam vissza egy pillanatra a kínai akkumulátorberuházásokat. Az idén 800 milliárd forint támogatást ad az állam ezekhez a beruházásokhoz, miközben mondjuk a pedagógusok 50%-os béremeléséhez, hogyha az adókat leszámítom, akkor azt mondjuk, hogy nettó 200 milliárd forintra lenne szükség. Tehát ez egyszerűen felfoghatatlan, ez is mutatja ennek a kormánynak a teljes alkalmatlanságát, és azt is megmutatja, hogy ezen változtatnunk kell, és hogyha már itt tartunk, akkor hadd említsem meg itt is azt a heroikus küzdelmet, amit a fiatalok csináltak az elmúlt időszakban, hogy folyamatosan kim voltak az utcán, fölhívták rá a figyelmet, a pedagógus szakszervezetek beleálltak ebben az ügyben, és mégsem sikerült eredményt elérniük, és arra szeretnék bíztatni mindenkit, hogy tegyük meg most is azt, hogy támogatjuk őket. Október 23-ára egy nagy megmozdulást szerveznek, és ahogy beszéltünk róla, ez nem csak a pedagógusok ügye, hiszen itt tényleg összeomlóba van minden. Én azt hiszem, hogy itt van az ideje annak, hogy mindannyian álljunk fel a fotelből, és menjünk el erre a tüntetésre, menjünk el erre a megmozdulásra, és közösen álljunk ki, és mondjuk azt, hogy ebből elég volt, hát ezt most már nem lehet tovább csinálni, nem működnek az iskolák, nincs egészségügy, és az egész gazdaság összeomlik, tessék megmozdulni, és legyen egy komoly kiállás, ahol megmutatjuk, hogy erre nincsen tovább út. Németh Péternek, Harangozó Gábornak, Ungár Péternek köszönöm szépen a beszélgetést. Önöknek a késő estig tartó figyelmet, de maradjanak még, lesz egy rövid szünet. Aztán jön Horváth Oszkár, és az élőben jó fejez utal Kormos Anett humoristával. Szerintem érdemes lesz megnézni azt a műsort is. Egyébként pedig majd, hogyha azt is megnézték, akkor utána. Jó éjszakát mindenkinek, szép estét viszontlátásra!